Ahogy a hajós életről szóló videómban elmesélem, ha egy óceánjáron dolgozol, akkor lehetőséged van részt venni túrákon, sokszor a vendégekkel együtt, és sokszor teljesen ingyen, de legalábbis nagy kedvezménnyel. Így voltam Alaszkában, helikopteres gletscher túrán, így úsztam Bora Borán cápák között, és így voltam Új-Zélandon több ilyen kiránduláson is, például egy olyanon, ahol gyűrűkora forgatási helyszíneket kerestünk fel. Erről lesz külön videó, de a mai részben két másik túrát mutatok be, melyek mondhatni tűz és víz. Az egyik egy kajakozás Új-Zéland északi részén, a másik pedig az ország legveszélyesebb vulkánjának a meglátogatása, annak a vulkánnak, ami néhány napja tört ki, és sajnálatos módon több ott tartózkodó embert is megölt. Új-Zéland természeti képződményei miatt olyan vonzó a turisták számára, és a különböző helyek felfedezése még izgalmasabb lehet, ha nem csak gyalog, hanem vízen is kirándulunk. Így hát jelentkeztem egy kajakos programra, és a hajó néhány vendégével együtt hasítottuk a vizet. Gyönyörű mangrove területek között eveztünk el, miközben az idegen vezetőink épp mondták, mikor mit látunk, és nem csak a táj, de az élő világ is érdekes volt, rengetegféle madár megtalálható ezeken a területeken. Egyébként a Bay of Plenty nevű területen voltunk, mely Új-Zéland északi szigetének északi részén helyezkedik el. Találkoztunk más csoportokkal is, akik tradicionális hajón ültek benszülött idegen vezetőkkel, láttunk régi kis házakat, de a legjobb egyértelműen az volt, amikor bent a sűrűjében a fák között eveztünk. A végén megérkeztünk egy vízeséshez, amihez odaevezve közelről is meg tudtuk nézni. Ez a 2-3 órás program csak egy volt a sok közül, amiben az elmúlt egy évben az óceánjáros munkám alatt részem volt, de most nézzünk meg egy teljesen másik helyet, ami már akkor sem volt veszélytelen, és sajnos néhány nappal ezelőtt a legrosszabb forgatókönyv is bekövetkezett. A White Island, vagy más néven Vaka'ari, egy olyan sziget, ami egyben egy aktív vulkán is. 150 ezer év alatt épült fel a folyamatos kitörések által létrejött hamuból és kövekből. De körülbelül másfél órát kellett hajózni a szárazföldtől, mert a sziget 48 kilométerre van az északi sziget keleti partjától, szintén a Bay of Plenty területén, és bár a hullámok eléggé dobáltak, cserébe volt olyan, hogy egy delfin ugrált mellettünk ki a vízből. Miután megérkeztünk, nem a szigetnél kötöttünk ki, hanem kicsit távolabb, és kisebb csoportokban szakaszosan vittek minket a vulkánhoz kis csónakokban. A sziget, vagy vulkán, ebben az esetben a kettő egy és ugyanaz, már messziről is félelmetes látvány volt, ahogy folyamatosan gomolygott belőle a füst, de közelről még lenyűgöző volt. Ekkora már mindenkinek volt védősisakja és olyan speciális maszkja, ami segít lélegezni, mert a szigeten nagyon erős a kénes kipárolgás, sokszor kezdtek el köhögni az emberek, ha nem volt rajtuk a maszk. De még ha fel is vetted, akkor is lehetett érezni a ként. Annyira aktív, hogy ez Új-Zéland legveszélyesebb vulkánja, folyamatosak voltak a kitörések 1975 és 2000 között, ezzel a Vaka'ari tartja a leghosszabb kitörés rekordját. 2012-ben és 2016-ban is voltak kitörések, így valóban egy rendkívül aktív vulkánról beszélünk. Nem véletlenül hívják maori nyelven a drámai vulkánnak, White Islandnek, azaz Fehér Szigetnek Captain Cook nevezte el 1769-ben. A túravezetők folyamatosan meséltek a szigetről, mutatták, hova nem szabad lépni, mi pedig elindultunk a kráter felé. Úgy érzi magát az ember, mint egy másik bolygón sétálna, ami azt jelenti, hogy nem is volt olyan egyszerű eljutni ide. Egyébként egy apró szigetről beszélünk, a kör alakú vulkán átmérője nagyjából 2 km, legmagasabb pontja 321 méter. Hajóval és helikopterrel lehet megközelíteni, évente nagyjából 10 000 turista látogatta, eddig kétlem, hogy a tragédia után fognak újra csoportokat hozni ide. Régen bányászok éltek itt, akik ként bányáztak, de 1914-ben egy iszapfolyás és a lezúduló törmelék mind a tízüket megölte álmukban, semmi nyomuk nem maradt, csak egy macska élte túl az esetet. Később újra megpróbálkoztak a kénbányászattal, de 1930-ban teljesen felhagytak vele, az épületek maradványait most is lehet látni, de a kénes levegőt teljesen megrongálta. A sziget kamerákkal van felszerelve, és folyamatosan nézik a vulkán működését, hogy előre tudják jelezni, mi fog történni, ezért is érthetetlen, hogyan tört ki olyan hirtelen pár napja, amikor nagyjából 50-en voltak a vulkánon. A 0-tól 5-ig terjedő skálán, ahol az 5-ös a legveszélyesebb szint, a kitörés napján csak 2-es fokozat volt érvényben, úgyhogy tényleg senki sem számított rá. Utoljára 2016-ban volt egy kisebb kitörés, de akkor senkinek nem esett baj a szerencsére. És ez a mostani egyébként nem is számít egy nagy kitörésnek, általában ilyen erősségnél nem sérül meg senki, de az is igaz, hogy nem is szoktak ilyen közel állni egy aktív vulkánhoz. Geológiát tanultam az egyetemen, de egy dolog ilyen dolgokról olvasni az iskolapadban, és egy dolog itt állni egy aktív vulkán tetején, egy olyan szigeten, ami tulajdonképpen egy aktív vulkán. Nagyon jó, hogy ilyen szépen megfogalmazom a dolgokat, megérte évekig tanulni.
Egyébként több más veszélyforrás is van a szigeten, a kráter mellett ott van a kénes kigőzölgés, valamint azok a kis dombok, amik olyan forró vízzel vannak tele, hogyha valaki beleesik egybe, akkor azonnal meghal. Elmondták azért, hogy mikre kell figyelni, miért kell a védőfelszerelés, például amikor kitört a vulkán, vagy lezúdulhatnak a kövek a hegyről, amint vannak ilyen kis kitüremkedések, ilyen kis dombok, amikre nem tanácsos ráállni, ugyanis beleeshetsz valami forró, hát nem is tudom, minek nevezzem dologba, és meghalsz. Nem rásétáltam egy ilyenre, de hallani lehet, ahogy bugyog benne. Európai szinten a Stromboli-hoz hasonlítható ez a vulkán, nincsenek jelentős kitörések, de viszonylag gyakoriak a kisebb kőzet és láva kilövellések. Így amikor valaki közvetlenül a kráternél áll, mert egyébként amikor oda látogattam, akkor pár méterre a szélétől lehetett állni, tehát ha ilyen közel áll hozzá az ember, akkor már egy kisebb aktivitás is életveszélyes lehet. A White Island krátere vízzel van tele, így amikor az reakcióba lép forró lávával vagy kőzetekkel, akkor heves robbanásokat tud előidézni. Ezek hatalmas sugárban repülhetnek a szigeten mindenhova, így aki oda látogatnak csak akkor lehet veszélyben, amikor közvetlenül a kráternál áll, de akár a sziget szélén is, ami egyébként csak egy pár perc távolság sétálva, mert nem beszélünk egy túl nagy területről. Hát ez egészen onnan repült el eddig. Valószínűleg 2000-ben, akkor volt az utolsó nagy kitörés. Sok kő, ha felveszed a földről, még meleg, és néhány tufát pedig félbe is lehet törni, annyira puhák, és annyira könnyűek. Alapvetően nagyon különleges volt egy aktív vulkán felszínén sétálni, de így utólag azért belegondol az ember, hogy mennyi minden történhetett volna. Jelenleg csak remélni lehet, hogy akik ott megsérültek, de túlélték, hamarosan rendbe jönnek, és kíváncsi leszek, hogy szerveznek-e még a jövőben ide utakat. Sok videóval fogok még jelentkezni a jövőben, ennél vidámabb témákban, lesznek új Hogyan ne halljunk éhen sorozat részek, valamint egy argentin kolléganőm kipróbálja magát, mennyire birkozik meg a magyar nyelvvel. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla, valamint keressetek meg Instagramon is, ebben a hónapban Dél-Amerikából és a Karib-tengerről fogok képeket feltölteni, valamint megtaláltok Facebookon is.